tessék mondani, ez itt az a bizonyos Böllér Fesztivál. Mári néni, ezt nekem kellett volna elmondani. Kérem, ne vegye el a kenyerem. Megengedi, hogy beszélje? Ha mondjad, Lacikám! Minden, látod itt ezt a sok szép embert? Mind arra vár, hogy mondjad a magadét. A kérdéseidre várunk. Na Mári néni, azt mondja meg nekem, most mit mondja? Hú, hát amit akarsz, Lacikám. Mindannyian várjuk a kérdéseidet. Csüngünk ajkadon. Ma mindent elmondott Mári néni. Na szóval, én Hátrányosi László vagyok. Interjúra hívtam a mellettem elterülő Mári nénit. Amennyiben hagy szóhoz jutni, felteszem az első kérdést. Tégyed, Lacikám, hallgatjuk. Először is örülök, hogy el tudott jönni. Hát jöttem, hát a kedves közönséghez. Úgy jöttem, ahogy csak tudtam. Ugye Böllér napon vagyunk. Mesélne arról, hogy hogyan zajlik maguknál egy ilyen disznóvágás? Jaj, hogy nálunk hogy zajlik a disznóvágás? Hát az érdekes, annak kérem, koreográfiája van. Hajnalban megérkezik a mester, mármint a Böllér. Aztán becsöpögnek a többiek. Kell nekik a bátorítás. Tehát bátorító szavakkal látja el őket a házigazda? A nem, nem, bár nem a szavakkal. Hát akkor mivel? Jó, legalább 50 fokos házi pálinkával. Aztán úgy a negyedik, ötödik pohár után elindulnak, hol az a disznó, fölkiáltással. Aztán a rostély előtt sorsot húznak, kiébressze a disznót. És kiszokta? Kiszokta fölébreszteni? Kiszokta fölébreszteni a disznót? Jaj, hát az én uram ilyenkor mindig azt mondja, hogy én árulásnak érezném szegény állatot, mert hogy olyan jókat aludtam mellette, amikor az asszon nem engedett be. Miért nem engedte be Mári néni? Ha mert ilyenkor disznóra aludta magát, annak meg a helye olba van. És mi történik ezután? Jaj, ezután, mikor a Böllér észreveszi, hogy most már csak neki kőbe menni, akkor beballag. Utána a többiek, hát várnak rá, várják. Aztán ketten még utána mennek, mert nem jön ki. Hogy nem a disznó? De, hát nem a disznó, még a Böllér nem jött ki. Utána megy ez a kettő. Aztán egyszer csak kihozzák. Mármint a Böllért. Hóna alatt a nagy fehér kakassal. Hát nem a disznó? Hát nem a disznó, mert hogy ennyi pálinka után neki már a kakas is röfög. Jaj, nékem. Szerintem inkább másról beszéljünk. Jó van, Lacikám, beszéljünk másról. Mondja Mári néni, hogy szolgál a kedves egészsége? Hogy szolgál? Hát szolgáltam én gyermekem, szolgáltam én a ezredes urat 1940-ben. A háború alatt? Nem, az még a háború előtt volt. Aztán elvezényölték Boszniába. Vinni akart magával. És miért maradt itthon Mári néni? Hát mit csináltam volna én ott a bosnyákok között? Meg aztán tudtam, ha ők egyszer oda mennek a ezredével, akkor már nem szabad Bosznia. Ájjájjáj, a továbbiakat el nem mondja. Az egészségéről kérdeztem, hogy hogy szolgált, nem az, hogy maga kit szolgált. Szolgáltam, bizony, hogy szolgáltam én a Palovicsi gróf urat is. Bizonyám, aztán a legszebb szolgálatom a gróf úrnál volt. Jó volt a grófot szolgálni? Bizony jó volt, gyermekem. Onnan vannak a legszebb emlékeim. És tudna megnevezni belőlük néhányat, vagy esetleg mutatni? Hát mutatni nem, de nevezni persze. Úgy hívják őket, hogy
Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Mári néni, aranyos Mári néni, miért sorolja nekem ezeket a bibliai neveket? Az emlékeiről kérdeztem. Nem. Jó, értelek, gyerekem, értelek. Hát nekem ők a legszebb emlékeim. De már mindannyian felnőttek, alig látom őket. A gyermekeit hívják így? Ó, igen, ők az én gyermekeim. És? Na, nem szégyelli magát. Összeszűrte a levet a gróffal. Jaj, szégyellem magam, de tudod, egy kicsit szűrtünk, aztán elmentünk, szültünk. Aztán hát persze, hogy szégyellem, nagyon szégyellem magam. Azóta is járok egyfolytában gyónni minden vasárnap a plebános úrhoz. Ma is ilyen sűrűn vétkezik? Dehogy is vétkeztem én azóta. Nem, én csak tudod, gyermekem, olyan jól esik ezt elmondani, azt nem szeretném elfelejteni. De Mári néni, az egészségéről egy szót sem szólt. Mondja, milyen a hallása? Hogy mondod, édes fiam? Ja, hát az római katolikus. Nem a vallását kérdeztem, hanem a hallását. Hát ne nagyságázzál engem, gyermekem, nem. Nem vagyok én tésasszony, egyszerű parasztasszony vagyok. Volt maga orvosnál? Hogy milyen orvosság? Nem hiszem én orvosságot, semmilyet, hát nem illik a pálinkával össze. Uram, Istenem, miket beszél maga itt össze-vissza? Igen? Igen? Haj. Az emlékeiről beszéljen nekünk. Na kérem. Mikor volt orvosnál? Hát még 1940-ben voltam a Szabó főhadnagy úrnál. Ő a partizánokat is tápolta. Aztán, mikor bementem hozzá, azonnal rám szólt. Hát, filigrán menyecske voltam még akkor. Azonnal rám szólt, levetkőzik! Mit volt mit tenni? De nem is voltam nála azóta, mert aztán megjöttek a oroszok. Ne kérem, ezt ne részletezze. Félve kérdem, mostanában járt orvosnál? Ja, hogy mostanában voltam, gyermekem, voltam egy kivizsgáláson. Hát, hogy azóta mennyit fejlődött a orvostudomány? Miből gondolja ezt Mári néni? Hát, tudod, ahogy bementem, egy fiatas nájdig orvos fogadott. Hú, már kezdtem vetkőzni. Levenni az otthonkámat, majdnem magától gombolózott ki. Mikor rám szól, hogy dugjam ki a nyelvem. Aztán kész is volt a diagnózis. Értem, és mi volt a diagnózis? Jaj, édes fiam, ebben megfogtál. Mindig bajban voltam ezzel a francia hangzású nevekkel. Mert azt mondta, hogy magának ilyen pszichoszomatikus tünetei vannak, hát mondom egészségére, doktor úr. Hát azt hittem tüsszentett. Na is akkor. És mi az a gyógymód? Arról mesélj el. Ja, igen, azt mondta, hogy a gyógymód. Van egy bizonyos gyógymód, de ezt Magyarországon nem engedélyezik. És hát ez lenne. Bizony. Na mi az a gyógymód? És mi az a gyógymód? Mári néni, nyögje már ki, legyen szíves. Nyögöm, gyerekem, csak okay, hogy ezekkel a francia nevekkel mindig bajba vagyok. Azt mondja, hogy Anasztázia? Nem, ezt úgy hívják, hogy eutanázia. Ezt mondta a doktor úr? Ezt mondta. Az végleg megoldja minden gondját, baját egy életre. Te is úgy gondolod, Lacikám? Hát akkor eljönné velem ti is a doktor úrhoz, hogy hát, ha sikerül egy protekcióval mégiscsak megoldani, hogy nekem is jusson ebből a gyógyszerből. Hát menjünk. Hát akkor menjünk.